Jó estét kívánok, az esti mérleget látják, amelyben ma a Horváth István lakótelep felújítási munkálatairól lesz szó. Székesfehérvár önkormányzata még 2011. februárjában hirdette meg a Sára Gyula útfelújítási programot, melyet a város egykori nagyszabású infrastruktúra fejlesztést elindító polgármesteréről neveztek el. Azóta a Székesfehérvár számos területén indult meg ilyen jellegű beruházás. A Horváth István lakótelepi fejlesztés a 2017-19-es program keretében valósult meg. Évekkel ezelőtt elindítottuk a Sára polgármester úrról elnevezett programot, ennek keretében utakat, járdákat újítunk föl, fejlesztünk, illetve parkolókat alakítunk ki. Ennek a programnak az ebben az évben elvégzett munkáinak gyakorlatilag a vége fele közeledünk, és azért jöttünk most a Horváth István lakótelepre, mert ez egy olyan egységes belső út és járda hálózat, amely gyakorlatilag egészen a mostanáig a 60-as években lerakott eredeti burkolatokkal volt ellátva. Hát aki járt erre, különösen azt gondolom, hogy az itt élők ezt tudnák bizonyítani, azok láthatták, hogy bizony ez egy nagyon elavult járda, illetve úthálózat volt már burkolatát tekintve. Ez sikerült most a Sára program keretében több mint 150 millió forintos összköltséggel megújítani, felújítani, ahol lehetett két parkolót is kialakítani, és most ezt néztük meg. Azért is egyébként, mert nagyon fontos az, hogy ezek az egységes városrészek, ezek burkolatukat tekintve is egységesen tudjanak megújulni, hogy ne toldozzunk, foldozzunk itt 50 métert, ott 20 métert, hanem a teljes belső hálózatot tudtuk most megújítani. Ráadásul itt most még a csapadék vizet elvezető rendszert is mennyiségét, illetve áteresztő képességét tekintve meg tudtuk duplázni, ami azt gondolom, hogy szintén nagyon-nagyon fontos, hiszen a csapadékvíz is sok problémát okozott ebben a egyébként nagyon sűrű lakott lakótelepi környezetben. Úgyhogy ezzel gyakorlatilag az idei munkák vége fele közeledünk már, de a múlt heti közgyűlés az már a 2018-as Sára program elemeivel foglalkozott. Fontos visszaemlékeznünk arra, hogy alapvetően ezt az új programrészt 17-től 19-ig álmodtuk meg, de szerencsére a helyi gazdaság elég jól teljesített ahhoz, hogy olyan bevételekhez juttatta az önkormányzatot, hogy arról tudott dönteni a közgyűlés pénteken, hogy az eredetileg 2019-re tervezett következő ütemet, azt előrehozzuk és 2018-ban megvalósítjuk. Ez mindegy 1,7 milliárd forint összértékű fejlesztést fog jelenteni a Sára programon belül, és ugyanúgy arra törekszünk mindenben az esztendőben, hogy valamennyi városrészben kerüljön sor útfelújításra, járdaépítésre vagy parkolóknak a kiépítésére, hogy mi minden városrészben az ott élők érezzék és joggal érezhessék, hogy az ő közvetlen lakókörnyezetük is fejlődni tud. Azt gondolom, hogy fontos elmondanunk, hogy ezt a lehetőséget két dolog teremti meg a városnak. Egyrészt a korábbi évek adósságkonszolidációja, hiszen az, hogy az állam átvette az adósságállományt a várostól 18,5 milliárd forint értékben, ez azt jelenti, hogy például idén több mint 2 milliárd forintot nem adósságszolgálatra, hanem fejlesztésekre lehetett fordítani, és ez így lesz a következő évben is. Másrészt pedig szerencsére a helyi gazdaság nagyon jól teljesít, rekord adóbevételhez juttatva az önkormányzatot, és úgy gondoljuk, hogy ezt teljes egészében a város fejlesztésére kell és érdemes visszaforgatni, nem elfelejtve, hogy mondjuk az ilyen városrészekben élők teszik a mindennapokban a dolgukat az egyes vállalkozásoknál, és az ő munkájuk eredménye az a helyi adó, amit ilyen fejlesztésekre ezeknek az embereknek az életminőségét javítva visszaforgatunk. A Horváth István lakótelepen élők már régóta vágytak a járdák és utak modernizálására. Az eddig használt utak már több mint 40 évesek voltak. Itt Horváth István lakótelepen az aszfaltburkolatok azok ugye 40 évvel ezelőtti házak megépülésekor kialakult aszfaltburkolat volt. Azóta ugye sok minden történt a területen. Én azt gondolom, hogy egy nagyon régi 30-40 éves adósságot törlesztett most a város ezzel a felújítással. Ugye minden járda és minden útfelület megújult, kicserültek azok a szegélyek, amik már tényleg nagyon rossz állapotban voltak. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szép és komfortos terület alakult ki itt a Horváth István utcába. Nagyon remélem, hogy tudunk majd beszámolni a jövő évben is hasonló felújításokról itt a körzetben.
Találkozott-e itt lakókkal azóta, megszorították-e már, mert már régebben volt az átadása, hogy mennyire örülnek neki? Igen, szerencsére már amikor kivitelezés volt, akkor is többször kijöttem, és már akkor nagyon sokan jelezték, hogy ez tényleg egy olyan beruházás, amit ők nagyon vártak, hiszen, mint ahogy mondtam, tényleg 30-40 éve nem történt semmilyen nagy felújítás ezen a területen. És azóta is nagyon sok visszajelzést kapunk, mint polgármester úr, mint pedig a saját Facebookomon nagyon sokan jelezték vissza, hogy köszönik szépen, és tényleg nagyon örülnek ennek a felújításnak. Én jelzem is, és szeretném is kérni a lakókat, hogyha észrevételük van, hasonló beruházást szeretnének a saját környezetükben, vagy elképzeléseik, akár kisebb játszótereket érintő, akár a saját komfortérzéket javító fejlesztési ötletük van, akkor ezt juttassák el hozzám, és akkor biztos, hogy tudunk erről beszélni, és reméljük, hogy akkor tudunk majd ilyen beruházásokról beszélni a közeljövőben. A beruházás több mint 156 millió forintba került. A kivitelezési munkák során megújult a Horváth István lakótelep Prohászka Ottokár utca Horváth István út vasútállomás közötti szakaszának belső út- és járdahálózata. Emellett a csapadékvíz elvezető hálózatot is bővítették. A munkát még júliusban kezdték meg. A lakók elég hamar használatba is vehették a megújult burkolatokat. Azt gondolom, hogy az itt élők most örömmel fogadják ezt a fejlesztést, hiszen ezek a járdák, utak, amik itt a mögöttünk lévő lakótelepen épültek, akkor épültek, amikor az épületek. Tehát 40 éve itt ugyanaz az aszfalt, ugyanaz a járda szolgálta az itt élőket, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly eredmény, ez a 160 millió forintos fejlesztés, és nem csak az utak, járdák és a parkolók újultak meg, hanem itt mögöttünk látszik, hogy egy kicsit dombos a lakótelep, és a dombról ideérkező, ahol állunk, ideérkező víz nagy esőzések idején mindig megállt, és természetesen gondot és problémát okozott az itt élőknek. Ez most megoldódott, a csapadék víz elvezetés kapacitása megduplázódott, két csatorna várja az esővizet és vezeti el. Én bízom benne, hogy karácsonyi ajándékként mindenki nagyon fog örülni, aki itt él és lakik már hosszú évek óta. A szakemberek mintegy 8200 négyzetméternyi út, 2500 négyzetméter járda, 3300 méternyi szegélyt újítottak meg a lakótelepen, emellett új csapadécsatornát is építettek, és 70 új aknafedlapot építettek be. 2017-es útfelújítási programunknak ez volt ahogy mondhatom, hogy zászlós hajója, a legnagyobb munka. Több mint 10.000 négyzetméter aszfaltburkolat újult meg. Nagyon sok helyen újjá is kellett építeni, mert rossz volt a nyomvonala, vagy egy-egy fának a gyökere miatt ki kellett kerülni. Hát új nyomvonalra kellett áthelyeznünk a járdát. Majdnem 3500 folyóméter szegély került kicserélésre. Tehát azt mondom, hogy a Horváth István lakótelepnek a teljes belső út, járda és parkoló felülete meg tudott újulni ebből a programból. Mi az, amire hallottam, hogy a csapadék elvezetése is volt a gondok, azzal ott mekkora folyóméteren cseréltek? A csapadék vízelvezetésnél is egy nagyon komoly fejlesztés történt, csapadék elvezetési problémák is voltak a lakótelepen. Ezt az útépítés előtt végre tudtuk hajtani, majdnem 30 millió forint értékbe készült új csapadékcsatorna, ami a lakótelepnek most már megbízhatóan el tudjan vezetni a csapadékvizét is. Hogy tapasztalták, a munkákkal mennyire voltak elégedettek a kivitelezést tekintve? Én azt gondolom, hogy egyrészt nagyon gyorsan, tehát alig 3 hónap alatt készült el ez a nagyon nagy felületű útfelújítás. Nehéz volt, mert közben a lakótelepen élni kellett, tehát az autókat valóban el kellett helyezni, a lakótelepen közlekedni kellett. Sokszor azért a munkagépek és az autók azért konfliktusba kerülhettek, ettől függetlenül köszönjük szépen a lakótelepen élő, Horváth István lakótelepen élő fehérváriaknak a türelmét, hogy kibírták ezt a 3 hónapot, de én azt hiszem, hogy ki megnézi most már az útburkolatokat, az a következő 50 évre megnyugodhat, mert kb. 50 évvel ezelőtt volt ezeknek az utaknak a kivitelezése. Ezzel a felújítással azért több évtizedre megoldottuk a környéknek az útfejlesztéseit. A beruházás azért is jelentős, mert cél, hogy Székesfehérváron egységes városrészek, egységes út- és járdaburkolatok kerüljenek kialakításra. Ennek fontos állomása a megvalósult Horváth István lakótelepi fejlesztés. Az Esti Mérleg című műsorunkat látták, holnap újabb témával várjuk Önöket, viszontlátásra!